December 6-án zárult le az általános iskola 8. osztály és a központi felvételi vizsgájára való jelentkezés. A jelentkezés során a tanulóknak tanáraik segítségével egy felvételi lapot kellett kiállítaniuk, amiben egy jelentkezési lap és egy tanulói adatlap szerepelt. A központi írásbeli vizsgára 2020. január 18-án 10 órakor kerül sor a tanulók által megjelölt intézményben. A vizsgázó bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja a tesztet, attól függetlenül, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe. A matematika résznél engedélyezett a vonalzó, körző és szögmérő használata. Mindkét vizsgarész 10-10 kérdést tartalmaz, tárgyanként 50 pontot lehet szerezni. Tantárgyanként a vizsgarészekre 45-45 perc áll a tanulók rendelkezésére, köztük 15 perc szünettel. 2020. február 6-án értesítik a középiskolák a tanulókat a központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről. 2020. április 30-án a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményről a tanulókat. Bővebb információkat ezzel kapcsolatban a www.oktatás.hu honlapon találhatnak.